Sziasztok! A mai videóban megmutatom nektek az arcápolási rutinomat, vagyis hát tulajdonképpen azokat a termékeket, amiket az arcomra használok. Alapvetően szerintem egy szerencsés alkat vagyok, hiszen nem gondolnám, hogy bárki megmondaná, hogy elmúltam 30, de gondolom azért benne van az is, hogy elég bébi lelkű személyiségem van, viszont ettől függetlenül nagyon odafigyelek arra, hogy ne látszódjon meg rajtam a kor. Rengeteg vizet iszom például, a napi rutinom része, hogy kollagént szedek, és tényleg elhagyhatatlan része a mindennapjainak, és abszolút látom is a pozitív hatásait rajtam. Úgyhogy bárki, aki elmúlt 25, szerintem kezdjen el kollagént szedni, mert zseniális. Emellett pedig ugye próbálok olyan termékeket használni az arcomra, amilyen abszolút anti-aging és tápláló, hidratáló és tényleg a kor megelőzésére alkalmas, úgyhogy most ezeket fogom igazából megmutatni nektek, hogy én miket használok. És remélem, hogy tudok egy picit segíteni legalább. Az tény, hogy nem vagyok szakértő, de igazából ezek azok a termékek, amik nekem beváltak, úgyhogy ezért ezeket bátran merem ajánlani, de nyilván ezért lehet, hogy nem mindenkinek válik be, és nem mindenkinek olyan hatást ér el, mint amilyet mondjuk nálam. És szerintem kezdjük is rögtön el, mert így hosszú lett ez az intro. Az első és legfontosabb lépés az az arctisztítás természetesen. Ha van rajtam smink, akkor egyértelműen micellás vízzel kezdem az arctisztítást. Ehhez én jelenleg most a Bioderma-t használom, de egyébként nagyon változó, hogy milyen márkát szoktam vásárolni. Most éppen ez van itthon. Bár nagyon szeretem a micellás vizet is, tudom, hogy egyébként tök jól letisztítja az arcot, én azért a biztonság kedvéért szoktam még tonikot is használni mellé, hogy még egyszer átmenjek az arcomon, és tényleg biztos legyek benne, hogy teljesen tiszta az arcom. Viszont hogyha nincsen rajtam smink például mondjuk reggelente, amikor felkelek, akkor nyilván nem szoktam mind a kettőt használni, mert tök felesleges, akkor igazából vagy a micellás vizet, vagy a tonikot használom, éppen mihez van kedvem. Miután letisztítottam az arcomat, jöhet a kedvenc részem, vagyis a szérum. Én évek óta az Ordinary-től ezt a Buffet-t használom, ami igazából egy bőrminőségjavító anti-aging szérum, hogyha nagyon gyorsan és röviden szeretném jellemezni. Minden nap 4 cseppet használok belőle, reggel és este, és azt egyenletesen el szoktam kenni az arcomon. Tényleg nagyon szeretem ezt a terméket, és bátran merem ajánlani mindenkinek. Nem véletlenül vásároltam már én is újra hónapok, évek óta. Egyszerűen tényleg nekem ez a csodaszérum. Imádom. A következő lépés, hogy egy kicsit pihenek, és megvárom, hogy beszívódjon ez a szérum. Szerencsére a home office-nak köszönhetően egész nap itthon vagyok, és nem kell tényleg pár percbe besűrítenem az arcápolási rutinomat, hanem mindenre bőven van időm. Szóval miután beszívódott a szérum, jöhet egy következő, szintén az Ordinary-től, és ez a Caffeine Solution segít halványítani a szem alatti sötét karikákat, frissebbé teszi a tekintetet, csökkenti a puffadást, és serkenti a vérkeringést, úgyhogy ezt is minden nap felszoktam vinni ide a szem alatti részre, és szintén megvárom ezt is, hogy beszívódjon, aztán pedig várom a hatását. És természetesen a napi rutinomból nem hiányozhat a hidratálás sem. Én ehhez a CeraVe-nek ezt a hidratáló krémét használom, és már elég régóta kenem egyébként vele az arcomat, és tökéletesen meg vagyok vele elégedve, bár semmi extra különlegességet nem tudok róla elmondani. Igazából hidratálja az arcomat, szóval tökéletesen elvégzi a dolgát, és valóban egyébként majdnem ilyen egész napos hidratáltság érzetet nyújt nekem, úgyhogy én nagyon-nagyon szeretem. Ezek voltak azok a termékek, amiket minden nap kötelezően használok az arcomra, ezen kívül viszont van pár termék, amit csak így adhok jelleggel szoktam, éppen amikor eszembe jut, amikor van rá időm, vagy szüksége van rájuk a bőrömnek, akkor szoktam. Ilyen például ez a hyaluronsav szérum az Ordinary-től. Nagyon jó hatással van a bőrömre, viszont én valamiért nem bírom az állagát, és szerintem ezért sem használom minden nap. Miután beszívódott a bőrömbe, tök jó érzése van az arcomnak, de az állaga miatt nem szoktam minden nap használni, ugyanúgy, mint ezt a következő terméket is. Ez a CeraVe-nek a szemkörnyék ápolója, és bár egy tök jó termékről van szó, viszont pontosan ugyanolyan hatásai vannak, mint az Ordinary-nek, és ezt minden nap szoktam használni, ezért feleslegesnek érezném, hogy ezt is használjam. Akkor szoktam csak egyedül használni, hogyha tényleg nagyon fáradtnak érzem magam, és rossz állapotban van a szemem alatti rész, akkor a dupla dózis érdekében ezt is fel szoktam kenni, és utána pedig tökéletes lesz minden, úgyhogy egyébként tényleg egy tök jó termékről van szó, és hogyha el fog fogyni az Ordinary, akkor lehet, hogy igazából csak ezt fogom majd használni. Még nem tudom. Nos, ezek voltak igazából a termékek, amiket általában az arcomra szoktam használni. Ezen kívül még nagyon ritkán szoktam hámlasztani, de az azért nem olyan rendszeres. Úgyhogy igazából szerintem ennyi is lett volna ez a videó, és köszönöm szépen, hogy megnéztétek, legközelebb pedig találkozunk egy újabban. Sziasztok!
Köszönöm.